Mamma Mia, Sugarloaf és én, József Attila, három különböző szerep, három stílus, egy előadó. Muri Enikő a vendégünk, a beszélgetés előtt azonban nézzünk bele az egyik idei videóklipjébe. Visz az út az éjjel át, sose nézek többé rád, hol az ég is lángban át, ma csak széttört száz szilánk. Vagy a vágy, vagy a hold, valahogy kirabolt, szavak nélkül is ajkad a szívem elszólt. Álmok táncra kért, majd kezeink közt hullott szét. Lélekgyilkos volt, mégsem kevés, mégis mind mellett csak erőt ad, hogy fél. Mindig lesz új, mindig lesz egy más, tudod, hogy vár egy jobb szerepoztás. És ahogy ígértük, itt van velünk Muri Enikő, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lélekgyilkos című dal, így adventre pont teljesen jó lett. Na de hát egy rock zenekartól elvárhatóan hasonló kemény témák. Így van, hát ez vagyunk mi, ez tudja a Sugarloaf, és mi erre még büszkék is vagyunk. Ugye, mondtuk Sugarloaf, Mamma Mia, én József Attila, melyik most ami aktuális? Hát most egy negyedik, aminek az a neve, hogy Hamupipőke, vagy angolosabban Cinderella, Experidence-szel dolgozom együtt már több mint egy éve, és egy nagyon jó csapat, hát gondolom nem kell bemutatni az Experidence-t, tehát tényleg, ha országszerte ismerik, akkor tudják, sőt, hogy mit tudnak. Még több helyen, mint országszerte. És ott a címszerep? Ott a címszerep, igen. Az is énekes nyilván. Az is énekes szerep, sok prózával, úgyhogy sok minden van. Ez most egy karácsonyi különkiadás, vagy karácsony környékére készült kifejezetten, vagy abszolút ezt is egész évben fogjátok majd játszani? Egész évben játszuk, tehát nyáron, télen, tavasszal, ősszel, mindegyiket felsoroltam, igen. Szóval, hogy igen, ez egész éves program, mert tulajdonképpen nekünk nem, tehát hogy mi nem a felnőtteket célozzuk meg, hanem ugye a gyerekeket, és nagyon élvezik az egész előadást, mert hogy nagyon sok karakter megjelenik, Holle anyó, Piroska, a jégvarázsból a két kislány, tehát hogy etcetera, és hogy mindig van. Igen, hát legalábbis jelmezileg megjelennek a karakterek, és nagyon sokan élvezik ezt, tehát mindig ilyenkor, tehát a mi előadásunk egy kicsit interaktív, és ilyenkor a gyerekek van, hogy ha csarnokokba játszunk, már előre jönnek, mert ők kíváncsiak, és látni akarnak mindenkit, de mondjuk színházi előadásnál természetesen kötött a dolog, tehát ott ülve maradnak, de akkor is állandóan beszélnek és csatolnak. Bekiabálás. De ha már sok karakter, akkor te se panaszkodhatsz, csak a felsoroltakból, azért meglehetősen különbözőek ezek, nem? Különbözőek. A Cinderella és a Mamma Mia szerepben, a Mamma Mia-ben a kislányt játszom, és azért van benne hasonlóság. Itt a Cinderella-ban az édesapám sajnos eltűnik, a Mamma Mia-ban meg keresem az édesapámat, ugye jelöltek közül ugye ki lehet. Az én József Attila az már egy komolyabb hangvételű, ott József Attila első szerelmét játszom, Vágó Mártát, és ott azért van egy nagyon mély lelki bonyodalom, amit aztán, mint tudjuk, nem nagyon lehetett megoldani, de nagyon szép darab, magyar darab, tehát nem ugye egy ilyen valaki megírta kint és behoztuk, hanem magyar készítők vannak, nagyon jó zenékkel, a szöveg meg természetesen adott. Csak ha ezt nézzük, akkor is zajlik körülötted az élet, viszont ugye ott van neked a Sugarloaf, és hát ugye karácsony, buli, vagy kérdezzem, hogy buli? Igen, nagyon nagy büszkeség nekem az, hogy a Sugarloaf énekesnője lehetek. Ugye ez tőled származott ez az ötlet, hogyha jól tudom. Így igaz, mertem remélni, hogy talán kihagyhatjuk ezt a kört, mert hogy az én drága főnököm, a Tóth Szabi nem nagyon szereti, hogyha arról beszélgetünk, hogy mi van, de természetesen nem titkoljuk, így van, ez az én ötletem volt. A Szabinak nagyon sokszor kellett rángatni a karját, mire megértette, hogy én mit szeretnék valójában. Ő tulajdonképpen azt féltette, hogy amit én eddig szólóban csináltam, az ne csorbuljon, viszont áldozatként
sajnos a szóló karriert azt abba kellett hagynom, illetve nem sajnos, mert egy olyan lépcsőfokra érkeztem, amikor azt kellett mondanom, hogy jó, akkor ez eddig tartott, ezt kimaxoltam, ebben nincs több. És akkor a következő lépcsőfok már egy zenekar, élőbe szól minden, és egy akkora adrenalint ad, ugye, amiről te is beszéltél még adás előtt, akkora adrenalint ad, hogy egyszerűen ez egy ilyen kihagyhatatlan lehetőség. Hogy fog kinézni a karácsony fellépések, előadások, család, vagy ez így egyben? Lemezt csinálunk. Jó. Igen, lemezt csinálunk, ami most már tényleg nagyon a finishben van, állandóan elmondjuk a rajongóknak, hogy még várjatok, egy kicsit várjatok. Ez mind annak érdekében történik, hogy egy nagyon szuper lemezt akarunk kihozni. Na de mikor azért, akkor? Meg egy kicsi részletet, ha már ezt megpendítettük. Hogy mikor, az még sajnos kérdéses, nagyon sok mindentől függ, de igyekszünk. Hetek vagy hónapok? Hát szerintem egy-két hónap, és kijön, inkább egy. És mit kérdeztél, bocsánat? 2019-es. 2019, hát szerintem buli, szerintem ez lesz majd ebből. Úgyhogy reméljük a legjobbakat, igen. És akkor kívánjuk, hogy így legyen. Köszönjük, hogy itt voltál. Boldog karácsony nektek. Nektek is. Neked is.